és családokat és pedagógusokat. Bemutatták a Szent István Művelődési Ház márciusi programjait. A Falsang utolsó napjaiban zenés táncos estekre, a kezdődő nagybőjt időszakában lelki-szellemi elmélyülést kínáló programokra várják az érdeklődőket. Az idén érettségiző diákokra gondolva irodalmi, az alaposabb múltbéli ismeretekre vágyóknak történelmi előadás sorozatot szerveztek. Március 10-én folytatódik a filmklub. Béres Miklós művelődés szervező ismertette az Útkereső Filmklub Jézus közelében elnevezésű sorozatát, amelyen belül március 10-én a Hitetlen Tamás, a hit győzelme a kétségek felett című színes olasz filmet mutatják be Rafael Mertrez rendezésében. A film Tamás apostol életét mutatja be új nézőpontból megvilágítva a kétkedő néven is ismert Jézus tanítvány életútját. Ezt követi majd március 24-én a rendező Mária Magdolna a Szeretet győzelme a bűnök felett című filmje, amely bemutatja a titokzatos evangéliumi szereplő lebilincselő történetét, drámai fordulatokban bővelkedő életét. Béres Miklós meghirdette dr. Csaba László, a Magyar Gazdaság Helyzete, Kilátásai, Világgazdasági Környezete című előadását március 6-án, és dr. Szabó Ferenc jezsuita szerzetes, Krisztus megújuló egyháza előadás sorozatának következő részét Ferenc pápa egyházképéről és programjáról. Ebben a hónapban is, illetve jövő hónapban is folytatódik a klubok élete. Molnár Viktória művelődés szervező elmondta, folytatódik a klubok élete a házban, de márciusban két új kezdeményezés is indul. Szünderné Havasi Erzsébet festő várja szeretettel akvarell festő tanfolyamra, Somogyi Irén pedig a kreatív foltvarrókör újrainduló foglalkozásaira az érdeklődőket. Tavaszváró zenés táncos est lesz március 1-én szombaton, ahol a jó hangulatról a The Flippers zenekar gondoskodik, de vidám műsor és divat bemutató is lesz. Március hónap a második egyházmegyei Kimi Tudom kívül nagyon sok színes programot kínál az intézménybe látogatóknak. Jakubek Ágnes igazgatónő két sorozatot emelt ki, Sebők Melinda irodalomtörténész érettségizőknek és irodalomkedvelőknek szánt alkotói portréjait, amelyben szó lesz Arany János ballada költészetéről, a lírai nyelv sajátosságairól Ady Endre költészetében és József Attila poétikai útkereséséről. A Nagy háború címmel Módos Péter történész indít előadás sorozatot az első világháború évfordulója kapcsán, annak előzményeit és következményeit vizsgálva. Az igazgatónő felhívta a figyelmet arra is, hogy folytatódik a második egyházmegyei Kimitud, amelynek első élményekkel gazdag elődöntője nagy érdeklődést vonzott. Február 22-én az általános iskolai jelentkezőknek a meghallgatásán voltunk túl az egyházmegyei Kimit tudnál. 81 produkciót hallgathatott meg a szakmai zsűri. Hihetetlenül gazdag program volt ez az egyházmegyei Kimit tud. Hallgattunk és láttunk olyan gyönyörű népzenei előadást pici gyermek előadásában, olyan hegedű szót, hogy az ember folyamatosan a szeretettől átölelve érezhette magát. Ez folytatódni fog most márciusban is, március 8-án a felnőtt korosztályt várjuk. A felnőtt korosztály alatt értem a 9. évfolyamosoktól egészen a nyugdíjas korhatárig jelentkezőket. Igen szép számmal jelentkeztek erre a meghallgatásra is. Az érdeklődők itt 35 produkciót fog majd meghallgatni a szakmai zsűri. Biztos vagyok benne, hogy ez alkalommal is lesznek majd kiemelkedően nagyon-nagyon értékes produkciók, de abban is biztos vagyok, hogy az, aki már egyáltalán megpróbálta és ért azzal a lehetőséggel, hogy jelentkezzen,
mindenkinek örömet fogunk vele szerezni. Biztatok mindenkit, hogy túl azon, hogy a jelentkezők és a hozzátartozóik eljönnek és ők meghallgatják a jelentkezőket, bátran be lehet érkezni az intézménybe, a Szent István terembe, és hallgatóként is be lehet ülni, megcsodálni, meghallgatni, milyen hihetetlenül sok érték is ölel át minket és vesz minket körül. A Szent István Művelődési Ház programjairól érdeklődni lehet a Művelődési Ház honlapján, és a munkatársaktól a 22-502-884 vagy a 22-502-887-es telefonszámon.